Kora délután hivatalosan is megnyitotta a kapuit az idei Elfot a Velencei tópartján. Az igazi hardcore fesztiválozók azonban már tegnap este elfoglalták a helyeiket, hogy mivel is készülnek a következő napokban. Arról a fesztivál sajtófőnökét kérdezem, Budai Marcet, mivel készültek itt a Velencei tópartján idén? Először is elképesztő bulival. Négy külföldi fellépőnk ezt az idejében. Akon, John Newman, Rigárd és Riton, valamint a magyar fellépők, illetve a magyar zenekarok jó részét is megjelenítjük a fesztiválon, de azt gondolom, hogy az EFOT-nak a különlegessége inkább a nappali programokban van. Mi arra vagyunk büszkék, hogy nem négy esti buli összessége az EFOT, hanem egy olyan rendezvény, ahol tényleg megéri már délelőtt kikelni a sátorból, vagy hogyha valaki napi egyel jön a fesztiválra, akkor korán délután megérkezni. Ugyanis külön területeink gondoskodnak arról, hogy a nappali programok is minél változatosak és aktívak legyenek, így természetesen ezért felel egyrészt a strandunk, a sport kitelepüléseink, rengetegféle sportot ki lehet próbálni természetesen ingyen, illetve a univerzum területén az egyetemek, a felsőoktatási szolgáltatók állami, illetve piaci területről is mind-mind interaktív játékokkal és alapvetően izgalmas aktivitásokkal készülnek a vendégeink számára. Rengeteg arénával, partihelyszínnel várja a fesztivál az ideérkezéket egészen vasárnapig itt a Sukorói élvezős pályán.